Köszöntöm televíziónk nézőit, ez a Hírháttér, mai vendégem Tóth István, a Senior SKSE alapítója, elnöke, illetve az Aspin Cycling Teamnak a vezetője. Ezt ugye akartam már sokszor mondani, mert sosem az Aspinosokról beszélünk, mindig a Seniorról. Mi a különbség a kettő között, illetve mi az azonosság? Az azonosság az, hogy mi vagy a szponzorunk az Aspin, ők gyártják a mezeket nekünk, azért van a felirat is rajta. És igazság szerint ez jövő évtől lesz hivatalos. Idáig a Senior néven versenyeztünk, de a jövő évet megpróbáljuk Aspin néven. Ez nem tudom, hogy mit jelent előre, hogy innentől kezdve profivá válik a klub, és csak profi versenyzőid lesznek, vagy azért maradnak itt gyerekek is? Szerintem minden ugyanúgy fog tovább működni, reménykedünk abból, hogy több szponzorral, meg a nevünk jobban hangzik majd. Tehát az egyesületen belül van ez az Aspin Cycling Team. Nagyon sok verseny volt az elmúlt időszakban, mondhatom, talán Turul Kupa van már csak hátra. Nem biztos, nem mindegy. Szóval beszéljünk a nyárról, meg azt, amit múlt hétig bezárólag befejeztetek. Hogy sikerült ez a, mert mondhatom, hogy versenyszezon, mert ez volt a fő versenyszezon. Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a szezonnak a végén vagyunk, az utolsó pár versenyünk, ami már tulajdonképpen csak kupa verseny, az van még hátra. Voltak országos bajnokságaink, jó pár. Én azt mondom, hogy amit vártam az embereimtől, azt teljesítették. Tulajdonképpen olyan nagyon nagy elvárásaim nem voltak, mert nagyon sok emberünk korcsoportot váltott. És az miért nehéz? Idősebbekkel mész együtt utána, fejlettebbekkel. Van, akinek ne, az is megy, de általában ez kicsit problémát szokott okozni. Beszéljünk akkor az országos bajnokságukról. Először kiket említenél meg, és milyen eredmények születtek volna, amire nagyon nem büszke vagy? Hát tulajdonképpen emlegethetném az egész egyesületet, vagy legalábbis azt a kemény magot, azt a 9 és 12 ember között, akiket állandóan viszünk versenyre. Most így név szerint felsorolni, hát aki biztos, hogy akik eredményt érnek el, az természetesen jobban megmarad, már dobogós helyezéseket. Például Hansz Tamás az időfutamópén lett harmadik. Most a hétvégén a Kritérium bajnokságon a Lencse Máté és a Tarcsai Bogi hozták azért az eredményt, ők harmadikak lettek mindketten. De ugyanúgy említhetném a Lelkes Bencét, aki igaz, hogy az OB-kra nem sikerült úgy összeszednie magát, ahogy vártuk, de kupaversenyeken folyamatosan remekel. Vagy például Iványi Zétény, aki szintén jó, vagy most például így hirtelen eszembe jutott Balaskó Ádám, akit nem szabad elfelejteni, mert ő is harmadik helyezett volt az időfutamóbén, de emlékeztetnénk Sevcsik Lacit is, aki feljövőben van, és akitől nagyon sokat várunk a jövő évben. Ugye beszélünk itt időfutamról, kritériumbajnokságról, ciklokrossz versenyről, szóval mi az, amiben jók vagyunk? Tehát, hogy mi a különbség mondjuk egy időfutam, meg egy kritérium bajnokság között? Ezt hogyan tudnád elmondani? Hát az időfutam az egy monoton verseny, számol az órával versenyzel, egyedül, teljesen. A kritérium az a leglátványosabb száma a kerékpárban, az országúti kerékpárban. Az egy háztömköri versenynek hívják magyarul, ami azt jelenti, hogy egy körpályán több kört tesznek meg az emberek. Nem úgy, mint az országúti versenynél, hogy elindul, 3 óra múlva visszajön, és akkor látjuk a befutót, hanem itt körülbelül percenként, másfél percenként elhaladnak az ember előtt, és úgy könnyebb figyelem megkísérni az egész versenyt. Ugye a versenyzőid főleg U17 alatti kategóriában vannak, ők mennyire élvezik, vagy melyiket szeretik a legjobban? Melyik fajta versengést? Ez ilyen személyfüggő ez a versenyszámok, mert van, akinek jobban fekszik az időfutam, van, aki forgósabb lábú, neki jobban fekszik a kritérium. Ugye ezt nem lehet úgy azt mondani általánosságban, hogy az ember mindent tud, nagyon kivételes tehetségnek kell
lenni ahhoz, hogy az ember az összes számba ilyenbe megfeleljen. És akkor neked minden verseny előtt akkor ezt fejbe kell tartanod, hogy ki hogyan versenyez, hogyan kell állítani a bringákat? Szerencsére állítgatni nem nagyon kell, mert U17 alatt még nem nagyon engedélyezett az, hogy állítgassunk meg olyan biciklit használjunk, sőt a kerekek se lehetnek magas felnivel, nem lehet könyöklőt használni, meg van szabva az áttétel, hogy milyen áttétel mellé mehetnek, úgyhogy sok mindent nem kell variálni verseny előtt. Ők saját maguk tudják azt, hogy kinek mi fekszik jobban. Természetesen az időfutam versenyek java részét azt tudjuk kísérni. Akkor kihangosítóval kiabálunk nekik, biztatjuk őket. Amíg felmerült bennem, hogy nézem, hogy merre jártok, Balaton, Békés Csaba, Tamási, Debrecen, és még sorolhatnám, miért ilyen messze vannak a kerékpárversenyek Moson-Magyaróvárhoz képest? Moson-Magyaróvárhoz képest minden messze van. Relatív. Az a helyzet, hogy most ott vannak olyan egyesületek, akik bevállalják a versenyek rendezését. Egy időszakban volt, amikor Moson-Magyaróváron voltak. Ezt akarom kérdezni, az országos bajnokságok. Abba egy kicsit úgy belefáradtam, meg aztán az utak minőségese volt olyan, hogy én bátran bemeljem vállalni azt, hogy itt országúti versenyt rendezzünk. Talán, ha változnak a viszonyok, akkor újból megpróbáljuk. Na, ezt akartam kérdezni, hogy látsz esélyt, hogy Moson-Magyaróvár és környéke otthont adjon újra egy ilyen országos, akár utánpótlás, akár felett versenyt? Szerintem ennek semmi akadálya nincsen, ez csak annyi van, hogy jelentkezni kell, hogy mi is szeretnénk ilyet rendezni. Korábban vezető tisztségviselő voltál az országos szövetségben. Most mennyire van belelátásod a kerékpársportba? Ugye talán most mondhatom, hogy kicsit felfelé tart a hírértéke a kerékpározásnak megint itt Magyarországon. Igen, nagyon sok szép eredményt tudunk elérni, vagy felmutatni mostanában. Aminek tulajdonképpen ezen semmi köze nincs a szövetséghez, mert nem a szövetség készíti az embereket, meg tulajdonképpen én úgy veszem észre, hogy egy-két kiválasztotton kívül más nem is nagyon jut oda a húsos fazékhoz, ami elég szomorú, mert egyfolytában azt halljuk, hogy az utánpótlás nevelést majd felfuttatjuk, semmit nem látunk olyat, ami most volt egy olyan változás, hogy mint szakmai jelenlök megszűntem működni a szövetségbe, de viszont most felkértek szakmai bizottságokba, a pályába is, és az országútba is, hogy vegyek részt. És szerintem így azért lesz rálátásom. Melyik áll hozzád közelebb, mondjuk egy pálya, vagy az országúti versenyzés? Melyik az, amit... De hát egyértelműen én is országúti versenyző voltam, igen. Közelebb áll hozzám. De pont az egyik edző kollégám csinált egy ilyen kimutatást, hogy hány országos bajnok van Moson-Magyaróváró pályán. Amihez azért van közöm. Hát 100 fölötti a pálya bajnokok száma. Érdekes, hogy ezt mondtad. Azt gondoltam, hogy országot... Annak ellenére, hogy nincs is pálya a környék. Vagyis a Pozsonyban, amíg volt, addig azt tudtuk használni, de a legközelebbi pálya az most, ami használható, az Tamásiban van. És az sincs közel. Viszont oda szervezed most már folyamatosan a nyári táborokat, vagy felkészítő táborokat. Milyen volt az idei? Hát úgy érzem, az is jól sikerült. Annak az oka, hogy oda szervezem, mert az országos bajnokságot is ott rendezik, a pályát is, és az országutat is. És pont ezért, hogy ott tudjunk gyakorolni országúton és pályán is, ezért tartjuk ott az edzőtáborokat. Milyen ott a domborzat? Tehát mi az, ami itt nincs, ott van, mert ott biztos nincs annyi szél, mint itt, de gondolom másban meg... Ott is fúj a szél, de nem ennyire. A másik az, hogy vannak dombok. Nem a felüljáróra kell kimenni, ha ott megtehetnénk a forgalom miatt, de azt se tehetjük meg. Úgyhogy a lényeg az, hogy ott dombokon tudunk, nem azt mondom, hogy hegyen, de a domborzat olyan, hogy azért megfeszíti az embert egy-egy edzésen. De hogyan lehet akkor modellezni, úgymond az országúti kerékpározást domborzat, dombok nélkül? Van itt a környéken rámód, hogy azért tudjátok valami domb félén edzeni? Rendszeresen. Vagy csak felüljáró? Olyan edzéseket csinálunk azért, hogy innen elmegyünk vagy Győrújbarátra, vagy Pannonhalmára, igaz, hogy lábon. Ez ilyen 130-140-es szakasz.
egy edzés, és akkor abba tudunk valamilyen szintet menni. Hát az még egy komoly versenynek is beillik, csak elmenni Pannonhalmáig, meg ott itt megtekerni. Az a lényeges az egészben, hogy U17-es gyerekekről beszélünk, aki a legöregebb. De van U13-as gyerekem is, aki ugyanezt megcsinálja, holott ez a 130 km ez felnőtt távnak is beéli. Volt egy különleges verseny Csehországban, Lanskronban, hogyha jól tudom, és nagyon sok szép dolgot meséltél, mindamellett, hogy nehéz verseny is volt. Hogy kerültetek oda, és mit kell tudni erről a versenyről? Egy ismerőstől kaptunk meghívót, vagy legalábbis a kiírást átküldte, felvettük a kapcsolatot csehekkel, azonnal kaptak ránk. Én úgy terveztem az első nekiindulásra, hogy nekem van 3 darab U15-ös emberem. Mert ez egy korosztályos verseny volt? Korosztályos verseny, csak U15-nek. És hát úgy döntöttem, hogy akkor a 3 versenyzőmet kiviszem, nem volt létszám megkötve, hogy mennyi legyen a minimum. Mire odaértünk a versenyre, addigra már 7-en voltunk. Az ország minden részéről bejelentkeztek a csapatvezetők, hogy szeretnék, hogyha elvinnénk az ő versenyzőiket is. Úgyhogy Szekszárdról, Debrecenből, sőt Szekszárdról 2 ember, Debrecen és Pécsről is vittünk versenyt. És milyen volt a pálya? Hogy nézett ki a verseny lebonyolítás? Hú, hát ez egy, annak ellenére, hogy U15-ös verseny. Azt tudni kell, hogy az olyan nemzetek, mint ahogy Csehország, vagy Szlovákia, vagy Ausztria, akiknél tényleg jelent valamit a kerékpársport, ugyanazt a fényt és pompát megadják az U15-ösöknek, mint amit egy felnőtt versenyzőnek. Ami azt jelenti, hogy normális célterület, normális kapuk, az út kijelölve teljesen, ezer számra nézők az út célén, ami egy nagy dolog, amit nálunk nem nagyon szoktunk látni. Milyen volt a domborzat? Elég durva volt annak ellenére, hogy mi szoktunk kapni egy itinert a verseny előtt, ahol meg tudjuk nézni a szintet, az útvonalat, meg az egyéb dolgokat, és olyan érdekes volt, hogy van egy vízszintes vonal, két kis szívdobbanás, és akkor megint egyenes. És akkor úgy könnyeltük el, hogy majd a szakasz közepe fele lesz 2 domb, és akkor utána megint simán hazajönünk. Hát annak ellenére mindjárt úgy kezdtük, hogy mintha falra másztunk volna föl, és az egész egy hullámos, teljesen kiszámíthatatlan pálya. Élvezték a versenyzők? Az arcukat elnézve nem. Nem hiszem, hogy élvezték, de teljesítette mindenki becsülettel. Nem azt mondom, hogy de eredményeink voltak, a középmezőnyben végzett. Hányan álltak a mai rajthoz? Mert gondolom, hogy nemzetközi verseny 145 induló. Az mindenféle nagy, vagy nagy létszám ebben a korosztályban, azt gondolom. Szakmailag megérte? Tehát visszamennél még? Hogyha én szerintem, ha hetente tudnánk egy ilyenre menni, akkor lenne értelme a versenyzésnek. Tényleg? Hát ezek kemény szavak, ugyanakkor meg értem is, amit mondasz. Mi vár még rátok az idei évben? Azt mondom, már néhány kupa van csak hátra, de mi az, amit még beterveztetek? Hát ami terve van, az Pilis kupa. Az Esztergomból egy hegyi időfutam fel dobogókőre, amire el szoktunk minden évben menni. Most kaptunk meghívót Gemenc kupára, ami október eleje. Azt még nem biztos, hogy azt kihasználjuk. Mellette, ahogy utánpótlás klub vagyunk, azért van nálunk egy-két ilyen szenior, meg idősebb korú versenyző. Ők a hétvégén mennek Bécs fölé, Bádenbe, egy Belorun nevezetű, amit az anya egyesületünk, vagyis az ASPIN rendez, és az ők ott fognak versenyezni egy maratonon. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélem azért még fogunk beszélgetni idén kerékpáros dolgokról. Az ASPIN Cycling Team és a Senior SKS vezetője volt a mai vendégem, Tóth Istvánnak köszönöm a látogatást. Önöknek azt, hogy bennünket választottak, a kollégáknak búcsúzom, viszontlátásra.